A Miskolc környéki földeken elkezdődött a betakarítás. A repcét sok helyen levágták, most a kalászosok felé indultak el a kombájnok. A kiszámíthatatlan, sokszor viharos, esős időjárás nem kedvez a munkának. Az aratások folyamatosak a megyében, így az utakon is gyakrabban fordulnak elő munkagépek. Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a közlekedők fokozott figyelmét és türelmét kéri. Aratják az Árpád-Sajóecsek határában. Az idei évben később kezdődtek a munkálatok a földeken. Molnár Csaba 32 éve vezeti családi gazdálkodását. A záporok, zivatarok őt is késleltették a munkában. A csapadék az késett sajnos, nagyon késő jött. A kukoricának meg a napraforgónak jót tett, a búzának már most nem tesz jót. Az Árpád még már beket voltak rajta egy hete legalább, tehát ez ennyi baj van csak. De egyébként mennyiség az lejött, csak késő. Taskó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei agrárkamara elnöke szerint az elmúlt idők szeszélyes időjárása nagyon kedvezőtlenül hatott a mezőgazdaságra. Nagyon sok gazdálkodói panasz is érkezett már hozzánk kamarához, hogy belvizek vannak, nem fognak tudni aratni, elakadoznak a kombájnok, különösen Bodrog köz, Takta köz és Dél-Borsod területeiről. Az elnök kiemelte azt is, hogy a tavalyi évhez képest rosszabb minőségű és mennyiségű terményt sikerült learatni, ezért az egyes gabonaféléknél, mint például a repce, áremelkedés várható. Az aratások folyamatosak a megyében, így az utakon is gyakrabban fordulnak elő munkagépek, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a közlekedők fokozott figyelmét és türelmét kéri.